Jézusom. Ebből hozzá még egyet? Hazolok. Szerinted melyiket? És egy ágynemüt is. Jó. Áthúzzuk az ágynemüt, jó, mama? Tetszik még emlékezni, hogy hol van? Haza akarok menni. Azt én is. Részlet Vámos Zoltán filmjéből, amit bemutató vetítésen láthattak az érdeklődők Pécsen. A története egy demenciával küzdő idős nőről és orvosáról szól. A főszerepet Vári Éva játsza. Magam is meglepődtem, hogy felkértek erre a szerepre, és rögtön jött az az érzés, hogy el tudom-e játszani. Mert hát az ember általában beteg embert játszani fél is, mert előttem valahogy... Hát, ha én is megkapom ezt a betegséget, és akkor nem szívesen néz az ember szembe semmi ilyesmivel. De az arcom a filmen nem annyira elhasznál, tehát elég keveset filmeztem ahhoz, hogy hiteles lehetek ebben a szerepben. Szóval nem egy olyan színészőt kerestek, aki népszerű a filmeken, hanem olyat, aki színésző, de nem használták még annyira el. Ez számomra... túl azon, hogy megtisztelő volt, de nagyon sok kérdést vett fel az emberben. Amit a professzor úr is mondott, az, hogy egy gazdag országban valószínű, hogy ezt a betegséget másképp tudják kezelni, hogy ez igenis személyzet kell, empátia kell, odafigyelés kell, sok pénz kell, ahhoz, hogy ezeket az embereknek az emberi méltósága megmaradjon, akkor is, hogyha betegek. Az orvos végzettségű rendező jelenleg is praktizál. A film mégsem egy ismeretterjesztő áldokumentumfilm. Ezt is kiemelték a szakemberek a vetítés utáni pódiumbeszélgetésen. Régi ágyam volt az, hogy egy olyan történetet hozzak létre, olyan történetet írjunk meg, ami két ember igaz története. Ami két ember találkozásáról szól, arról szól, ahogy elmegyünk egymás mellett, de mégis mutatunk valami példát arra vonatkozóan, hogy mi is lenne a cél, mi is lenne, ami elvárt, amit már rég elfelejtettünk, hogy mit is lehet csinálni két emberrel, amikor ugye az ember megszokja az online feleségek hüvelykujjakat, meg lájkjeleket küld, és elfelejtünk kommunikálni. És pont ez a film szólt arról nekem, vagy ez a történet, hogy igenis lehet mutatni egy B-verziót, az, hogy igen, meg tudunk állni 5 percre egy másik emberért, még akkor is, ha nem a hozzátartozónk, és hogy lehet, hogy az 5 perc neki többet jelent, mint amit bármi más tudnék adni. Egy régi professzorom azt mondta, hogy az igaz pillanat hamar elvész. És ebben tényleg van valami, hogy ha van egy titok, van egy mondat, van egy szerelmi vallomás, van egy telefon, akkor azt meg kell ejteni, azt el kell mondani, mert lehet, hogy holnap késő lesz. És kicsit ezt is szerettem volna kommunikálni, hogy igen, lehet, hogy késő, de mégis vannak olyan párbeszélek, aminek meg kell történnie, és a film ez erről is szól. Ez egy kis játékfilm, ez egy fikciós kis játékfilm, tehát annak az illúzióját sem akarom kelteni, hogy a betegekkel kisétálunk a padokra, mert nem igaz, mert egy túlterhelt rendszerben dolgozunk. De ugyanakkor van abban egy olyan művészi üzenet, hogy ha valaki csinál valamit, akkor indirekt módon példát akar benne mutatni. Indirekt módon, lehet, hogy nem is annyira indirekt módon hangsúlyozza, hogy igen, szerintem ez egy helyes attitűd. Igen, ennek így meg kell történnie. És nem szabad hagynunk magunkat abba a helyzetbe kerülni, hogy az elmúlást várjuk. Hogy azt mondjam, hogy már csak 2 év nyugdíjig, már csak 15 év, már csak 6 óra és vége az ügyeletnek, és akkor ezzel indirekt módon az ember belevisz, hogy csak túl akar lenni rajta. Hogy adjatok neki gyógyszert, szereljátok le, kapjon 10 mg ezt, 20 mg ezt, és akkor megyek tovább, és túl lesz, és egyszer vége, és haj, de örülök, vége az ügyeletnek, jaj, de jó, elmúlt az élete. Ez nem helyes. Nem helyes. Meg kell állni, és meg kell élni a pillanatot, meg kell élni azt az örömöt, hogy valakivel én kapcsolatba kerülhetek, egy orvos szempontból nincs nemesebb annál, mint a bajba jutott ember szolgálni. Ez egy iszonyatos küldetés. Az, hogy valaki a sors, jó isten, hívja bárki, ahogy akarja, a beteg történetét, életét az én kezembe is fejre teszi. Ez csak úgy lehet kezelni, hogy ez egy nagyon megtisztelő dolog. És ha valaki ezt nem érzi át, az vagy nem való erre a pályára, vagy nem érti. És én ezt is szerettem volna mutatni, hogy nem
az a bajba jutott ember, akinek a mellkasát meg kell nyitni, vagy az agyába kell kamra. Az a, aki bajban érzi magát. És ha eznek lelki oka van, mert magányos, mert nem érti már, hogy mi történik körülöttem, mert eltévedt a világban, akkor azt ugyanúgy szolgálnom kell, mintha a mellkasát kell nyomnom egy újraélesztés során. A rövid film a Gyémánt út pora címet kapta, utalva a Meseautó ismert slágerére. Az alkotás több meghívást is kapott nemzetközi fesztiválokra. Meseautóban szív.